a magukat egyedülállóként boldognak mondó emberek többségénél, az, az én megélésem, tapasztalatom, élményem, hogy ez nem igaz. Hogy ez önhazugság. Hogy, 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 ő igazából ő nem egyedül akar lenni, hanem fél. És jobban fél attól, hogy mi lesz abból, meg esetleg újra sérül, ha ő kapcsolódni próbál, meg újra megbántják, meg újra csalódnia kell, meg ilyenek vagy olyanok a férfiak és a nők. Jobban fél ettől, semmint, hogy merjen kapcsolódni. Na ez viszont gond. Ha ez így van, akkor ez gond. És hogyha ez így van, akkor meg... Szeretettel üdvözölek! Jó, Sistán, az előző videó arról szólt, hogy aki egyedül van, maga róla. Keményebb videónak sikerült, nagy vitát kiváltott, sok hozzászólás jött, nézd meg, ha esetleg nem láttad még. És ugye sokan kommentelték azt, hogy de ő egyedül akar lenni. És, és hogy miért kéne kapcsolatban lenni, és hogy miért lenne az a bármi gond, hogy valaki egyedül akar lenni. Semmi gond nincs ezzel. Maximálisan egyetértek, hogy ha valaki egyedül szeretne lenni, és tényleg ő ezt vágyja, akkor ez tökéletes. Sőt, ugye ebben a korszakos rendszerben, mint mindig mutogatok, a válságok körül, a nagy átállások körül nagyon fontos egyedül lenni kicsit. Nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy így ennek az egész életút modellnek is nagyon fontos része az, hogy vannak helyzetek, amikor az ember egyedül van. Sőt, olyannyira, hogy vannak úgy tűnik olyan nagy átállások, amin gyakorlatilag egyedül lehet csak átmenni. Olyannyira fontos olykor egyedül lenni. Ezzel nincs vitám. Amivel viszont van vitám, és amit így megfontolásra ajánlok nagy szeretettel mindenkinek, aki hozzászólt az előző videóhoz, ilyen témában, hogy de ő szeret egyedül lenni, hogy az én tapasztalatom, és megint csak tapasztalat, mindenki azt csinál, amit akar. Tíz éve ugye jönnek itt az emberek, sok száz történet, az esetek kicsi részében látom azt, hogy aki egyedül van, az tényleg egyedül akar lenni. És az, eddig, az esetek nagy részében azt látom, hogy azok, akik egyedül vannak, ők igazából vágynának kapcsolatban élni, vágynának kapcsolódni, csak nem mernek. Nem mernek. Nem mernek, mert féltik magukat. Nem mernek, mert sérültek. Nem mernek, mert félnek amiatt, hogy korábban sérültek, és azért félnek, mert nem dolgozták fel, ami történt velük. Ugye beszéltem erről is az elmúlt néhány videóban, hogy hogy, hogy hogy fel kell dolgozni a dolgokat, beszélni kell. Az élet útján csak úgy lehet haladni, ugye mondom mindig, hogy új tapasztalatok, ez bátorság kell, és másrészt őszinte feldolgozás. Elmondani másoknak. Ugye Tehát bátorság és őszinteség. Ugye ez, a, ez a két dolog, ami nélkülözhetetlen gyakorlatilag ahhoz, hogy az ember az életben haladjon, értve ez alatt azt, hogy a világ körülöttünk folyton változik, ez semmikor nem stacionárius, olyan nem, hogy aki megörül egy, egy, egy életkorszaknak vagy állapotnak, és ragaszkodni próbál ehhez, és ellenáll a változásnak, vagy pedig szükségszerűen jön, mert az, az életben ez egyedül állandó, hogy, hogy változás van, az, az szenvedni fog, meg válságba jut. Úgyhogy még egyszer, abszolút sem bajom azzal, aki egyedül szeretne valóban lenni, és mondom, van sok olyan helyzet, amikor egyedül is kell lenni, ahhoz, hogy az ember haladni tudjon, például ezekben a feldolgozó időkben. De másrészt, amit megfontolásra akkor így most beteszek ebbe a videóba, hogy igaz -e ez valóban? A magukat egyedülállóként boldognak mondó emberek többségénél az, az én megélésem, tapasztalatom, élményem, hogy ez nem igaz. Hogy ez önhazugság. Hogy, 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 ő igazából ő nem egyedül akar lenni, hanem fél. És jobban fél attól, hogy mi lesz abból, meg esetleg újra sérül, ha ő kapcsolódni próbál, meg újra megbántják, meg újra csalódnia kell, meg ilyenek vagy olyanok a férfiak és a nők, jobban fél ettől, semmint hogy merjen kapcsolódni. Na, ez viszont gond. Ha ez így van, akkor ez gond. És hogyha ez így van, akkor meg kell szólalni. Ha ez így van, akkor mondhatnám, hogy kér segítséget, de igazából ez ilyen degradáló, hogy kér segítséget. Persze kér segítséget, de a lényeg, hogy kezdj el őszintén beszélni. A segítség lényege az, hogy megtalálom azt a teret, megtámaszt a kört, megtámaszt a konkrét személyt, megtámaszt a környezetet, ahol én akár internetes fórumot, mindegy, ahol én őszinte tudok lenni. És ha csak ez sikerül, tényleg ennyi ha csak ez sikerül, akkor arra fogok releváns, őszinte reakciókat és vagy kérdéseket kapni, amik segítenek nekem még mélyebbre rásni, hogy ebbe, hogy mi is az igaz, mi is történt, miért is történt. Ugye ez, ezek a kérdések, hogy mi történt, miért történt, Hol voltam ebben én, mi az én felelősségem, mi a másik felelőssége. Ezeken át kell menni. Nagyon sok 30-es, 40-es, 50-es embert látok, egy, egy, egy nagy válság után magába zuhantan sajnálni magát, és csak egyre mélyebben süllyedni ebbe, hogy, hogy, hogy a világban van a baj. Ugye ezzel ez a, a nehézség az, hogy minél több időt tölt az ember ezzel, hogy a világban van a baj, annál inkább belecsontosodik ebbe a nézőpontba, annál inkább beszürkül, annál inkább besötétedik ő a hangulatai, a lelke, az állapota annál kevésbé alkalmas kapcsolatra, Tehát, hogy minél hamarabb ki kéne jönni a különböző ilyen válságok és traumák után, minél hamarabb lenne jó megszólalni. Megtalálni azt, ahol te tudsz beszélni magadról, a megélésedről, a szubjektív igazságodról, arról, hogy veled mi történt. Tényleg mondom, mindig legyen ez terapeuta, legyen ez pap, legyen ez családállítás, asztrológus, jósnő, nekem teljesen mindegy. Jöhetsz hozzánk a közösségbe, ilyen az utoljáró közösség erre való, hogy elnéven őszinték vagyunk, de teljesen mindegy a lényeg, hogy, hogy szólalj meg és beszélj róla. Úgyhogy ha egy kicsit is úgy érzed, hogy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy te akarsz egyedül lenni, és lehet, hogy van, benne féled, van benned félelem, vagy ha, ha brutálisan felháborodtál ezen a videómon, és ki a, ez a csávó, és kinek képzeli magát, és miért egy videókat az interneten, meg miért gondolja azt, hogy megmondhatja nekem, hogy igazából ez nem is igaz, hogy én szeretnék egyedül lenni. Tehát, hogyha ezt a dühöt érzed magadban, meg, meg, meg indulatot, akkor, akkor garantáltam biztos, hogy te talál vagy, vagy ebbe a témába. És akkor tessék beszélni erről. Tessék beszélni erről. Úgyhogy összefoglalva, egyedül lenni szuper azok számára, akik tényleg egyedül szeretnének lenni. Az emberek nagy része valójában nem szeretne egyedül lenni, hanem csak fél újra kapcsolódni. És ha ez így van, akkor tessék dolgozni azon, ami történt. Akkor túl nagy terhek nyomják a, a váladat, a múlt sebeinek, sérüléseinek a feldolgozatlansága az egy elfertőződő súlyként így egyre lejjebb nyomja az embert. Sose késő szembenézni vele. Tehát amíg az ember él és itt van az életben, lehet szembenézni ezzel, és ennek a módja négy, az őszinte beszéd. Találd meg azt, ahol te beszélni tudsz arról, amit téged bánt, amit neked fájdalom, ami csalódás volt, amitől félsz, mindegy, ami neked a kihívásod. Nálunk máshol teljesen mindegy, találd meg, ahol te őszintén beszélsz magadról, ne csak videókat néz. Nem lesz ebből változás, hogy csak videókat nézel, nem lesz ebből működő kapcsolat, nem lesz ebből siker, ebből sem. Tehát, hogy ezzel időt lehet tölteni, meg rá lehet dolgokra látni, de végül beszélni kell, meg kell szólalni. Úgyhogy találd meg azt, beszélni tudsz. Köszi a figyelmet, és hajrá! Jó munkát mindenkinek!